Három évvel ezelőtt 19 csapat nevezett az első sóstói strandfoci fesztiválra, amely azóta az ország legnagyobb ilyen jellegű rendezvényévé nőtte ki magát. A szervezőknek idén már limitálniuk kellett a résztvevő csapatok számát, így csütörtöktől vasárnapig 44 csapat közel 90 mérkőzést játszott a homokborítású pályán. Nagyon örülök, nagyon szuper mérkőzéseket láthattak. Megint közel 5000 néző volt, aki itt állt a pálya szélén mind a négy napon, és szerencsére semmilyen probléma nem volt, tehát nagyon szépen zajlott le a torna, sérülés sem akadályozta a játékot, és most abból is látszik, hogy egyre jobban nőnek fel a csapatok itt a feladathoz, hogy nagy gólarányú győzelmek szinte nem is alakultak ki, egy-két gólos győzelmek voltak, egyre jobban szeretik meg a környékünkön a strandlabdagolást, és egyre többen jönnek most már távolabbról is, tehát ez bizonyítja az is, hogy ugye 6 megyéből és 18 településről érkeztek hozzánk a csapatok, kitűnő volt az idő mind a négy napon, és igazi színes programot biztosítottak a hölgyek, hiszen az első alkalommal megrendelésre került Onyx Casino női strandlabdarúgó tornán is fantasztikus játékot láthattak, férfiakat meghazudtoló produkció a lányok, amit a Nyírségen SC csapata nyert. A nagypályán az Apacs színeiben szereplő Jakab Richárd egy kispályás csapatban is játszik salakon, de elmondása szerint a strandfoci a futball egyik változatához sem hasonlítható. Ez sokkal másabb játék. Itt ezen a homokon nagyon nehéz elindulni. Egy olyan stílusú játékosnak, mint én vagyok, meg főleg nem vagyok már az a mozgékony, de pont ez az előnyöm, hogy kicsi, alacsony vagyok, tehát gyorsan változtatom a mozgásomat, úgyhogy itt ezen a homokon nagyon nehéz elrugaszkodni, ellépni az ellenféltől. Annyiból könnyebb talán, hogy itt egy kisebb lövés is akár úgy pattanhat, hogy bemegy. A tornát végül a Ralda Rally Team Kft. Nyerte a Piccolo söröző csapata előtt, harmadikként pedig az Autonet FC zárt. A gólkirályi címet Szabó Mihály a Piccolo söröző játékosa szerezte meg, a legjobb kapusnak Bíró Zoltánt, az Autonet FC játékosát, a legjobb játékosnak pedig a Ralda Rally Team csapatát erősítő Kovács Eriket választották meg a szakemberek.